Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Nem máshonnan, mint Délegyháza vasútállomásról. Hát, történtek dolgok. Gyertek, tartsatok velem. Megmutatom nektek. Itt egy ilyen nagy depó van, itt vannak ledepózva különböző munkagépek, teherautók, mobilkerítés, különböző eszközök, betonaljak. Itt egy úthenger is. És a túloldalt is rengeteg sok billencses van ledepózva, a biologisztiknak a billencsesei. Láthatjátok, hogy ott van a V-hídnak a egyik munkagépe, amit a pályát építi. Szépen rakják le a betonaljakat, építik a vágányhálózatot. Ez is mint állomás fog megmaradni. Itt épül a aluljárós rendszer, ami Dunaharasztin, illetve Taksonyban is ki lesz építve. Itt egy ilyen nagy munkagép. Gondolom cölöpölnek, vagy nem tudom mit csinálnak. Ott egy agregátor. A állomás épületet azt elbontották. Itt lesz gondolom az aluljáró rendszer. Annak ásták ki ezt a gödröt. És itt volt az állomás épület, hogyha emlékeztek rá. Hűlt helye van, egy nagy gödör van a helyén. Hát így néz ki a Délegyházi vasútállomás. Ott építik ki, szerintem ott lesznek a peronok. Ott vannak ilyen betonelemek a vágányzat mellett. Hát szépen haladnak itt is. Ott egy ifa sorba, egy lajtos kocsi. Hát túlságosan hosszúra ezt nem tudom ereszteni. Ez egy ilyen kis helyzetjelentés lenne innen Délegyházáról. Szépen haladnak a munkálatokkal. Óriási nagy projekt ez a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítás. Reméljük egyszer kész lesz. Addig is majd időnként jövök, és megörökítem a felújításnak a pillanatait. Már rég voltam itt, láthatjátok azóta is történtek változások. Majd idővel újra eljövök, és akkor ismét megörökítem, hogy milyen változások történtek. Láthatjátok, hogy iszonyatos mennyiségű munkagép, illetve billencses van itt felhalmozva. Óriási nagy a munka. Ez a munkagép például kétéltű, tud menni a vágányokon is. Itt egy utas nem szállítok volán busz. Na hát remélem tetszettek ezek a Budapest-Belgrád vasútvonalas videók. Találkozzunk egy következő videóban is. Tudjátok, hogyha érdekelnek képanyagok, akkor a Herla Fanatic Facebook csoportban meg tudjátok lesni. A költöztetés akkor Herbák István és fia. És találkozunk egy következő videóban. Herbák László Erik voltam, Herla, innen Délegyházáról a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításos, körbetekintős, helyzetjelentős videóban. Jók legyetek, mindenkinek nagyon szép napot kívánok.